Arra gondoltam, hogy most szeretnénk azért imádkozni, hogyha bárki szeretné, hogy imádkozzunk ért, hogy az Istennek ez a szeretete szorongassa a szívünket, és hogy ez töltse be bennünket. És előtte csak két igét, illetve igen, két igét szeretnék ezzel kapcsolatosan megosztani veletek, bátorításképpen. Jó. Szóval az első ige az az, a János 15:26-ban, 26. 27. vers, azt mondja Jézus, hogyha eljön a bátorító, akit atyám mellől én fogok küldeni, az igazság szelleme, aki atyám mellől jő elő, ő fog tanúskodni mellettem. De ti is tanúskodni fogtok, mert kezdettől fogva velem vagytok. És nagyon izgalmas az egész János 15, amit Jézus ott mond a szőlőtőről, hogy ő a szőlőtő és mi a szőlővesző. És ez az ige újból azt erősíti meg, hogy nekünk nem kell marhára igyekeznünk ahhoz, hogy arra, hogy Isten Jézus Krisztus tanúivá váljunk. Hanem egy egyszerű dolgot mond Jézus, azt mondja, hogy de ti is tanúskodni fogtok azért, mert kezdettől fogva velem vagytok. Egyszerűen, hogyha közel vagy Jézushoz, akkor Jézusnak a tanújává fogsz válni. Hogy a Dávid beszélt erről délelőtt, hogy minél közelebb vagy hozzá, annál inkább te demonstrálni fogod az Istennek a szeretetét. És megemlíti itt János azt is, hogy a Szent Szellem is tanúskodni fog, és mi is tanúskodni fogunk. És én is csatlakozom az előttem szólókhoz, hogy az életnek a legizgalmasabb pillanatai azok, amikor átélem azt, hogy a Szent Szellem velem együtt tanúskodik arról, hogy Jézus a megváltó. Amikor a Szent Szellem velem együtt tanúskodik az Istennek a szeretetéről. És Ági ugye föltette a kérdést, hogy vajon Isten miért ránk bízta azt? Hát ezért bízta ránk. Én azt gondolom, igen, azért, amit az Ági mondott, és azért, mert amikor én átélem az Isten szeretetét, akkor én hitelesen tudom demonstrálni azt, hogy az Isten szereti az embert. És egy élő bizonyítéka, egy élő példája vagyok annak, hogy Isten hogyan viszonyul bárkihez. Még a legelesettebb emberekhez is. Aztán folytatódik ez az ige a János 16-ban, és azt mondja itt Jézus, hogy ezeket azért beszéltem nektek, hogy törbe ne essetek, meg ne botránkozzatok, hogy el ne veszítsétek a hiteteket. Ki fognak vetni titeket a zsinagógából? De jön egy óra, mikor bárki, aki titeket megöl, azt fogja gondolni, hogy az Istennek tesz szolgálatot vele. Azért fognak így cselekedni, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Erről is volt szó délelőtt, Emő beszélt erről, hogy ez a két irányzat, ez mindig szemben áll egymással. Az egyik a vallás, aki tűzzel vassa írtja azokat, akik igazából semmi rosszat nem tettek, csak egyszerűen megismerték az Istent, átélték Istennek a szeretetét. És azt mondja Jézus ezekről az emberekről, hogy még azt hiszik, hogy ezzel az Istennek tesznek szolgálatot, hogy azokat háttérbe szorítják, vagy megpróbálják ellehetetleníteni, akik egyszerűen csak átélték az Istennek a valóságát és az Istennek a szeretetét. És azt is mondja itt Jézus, hogy ezeket azért mondja, hogy meg fognak történni, hogy ne történjenek, ne essünk botránkozásba, hogy ne legyünk törbe csalva. És tudjátok, ha már itt táborban vagyunk és őszintén beszélgetünk ezekről a témákról, akkor én is el szeretném mondani, hogy nem csak pozitív tapasztalataim voltak akkor, amikor én az Isten szeretetét átélve elkezdtem talán radikálisabban hirdetni az evangéliumot. Rengeteg pozitív élményem van, és nyilván nagyon szeretem az embereket, és bár tartanék már ott, hogy fáj nekem is az, ami az atyának fáj. Én nekem sokszor még önös érdekeim vannak, egyszerűen élvezem azt, hogy a Feri szoktam mondani, hogy amikor bizonyságot teszek, az Isten szelleme betölt. Mert egyszerűen azt mondja a római levél, hogy amikor tanúskodok arról, hogy az Isten gyermeke vagyok, akkor a Szent Szellem velem együtt tanúskodik erről. És ezt én annyira szeretem, én nagyon élvezem. És én is csatlakozom ahhoz, hogyha rossz kedved van, kezdj el bizonyságot tenni, és ki fog sütni a nap. De voltak negatív tapasztalataim, és az egyik legnagyobb negatív élményem az volt, hogy nem gondoltam, hogy ez ilyen botrányt fog okozni az egyházban, hogy bátrabban hirdetjük az evangéliumot. Hogy ennyi támadást kapunk emiatt, hogy mi most az evangéliumot hirdetjük. És elkezdtem gondolkozni, hogy miért van ez így. És Ági beszélt erről most sokat, hogy az ördög megpróbált minket megfosztani a bizonyságtételtől.
ezt az egészet lejáratta előttünk. A botránkozás, amiről Jézus sokat beszél, az azt jelenti, hogy valakit csapdába csalnak. És az ördög megcsinálta velünk azt, pontosan a vallás által, mert a vallás azt mondja, hogy kell. Hogy neked bizonyságot kell tenned. Neked hirdetned kell az evangéliumot. Neked föl kell mutatnod azokat a gyümölcsöket, amiket teremtél Jézusnak a dicsőségére. Holott Jézus nem ezt mondja, azt mondja, hogy maradjatok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők, és ha én bennem maradtok, akkor gyümölcsöket fogtok teremni az Atya dicsőségére. Ez egy lehetőség. És egyszerűen a vallás, ahogy az Emőke mondta, a vallás nem a katolikus templomban van. Hanem a vallás a parancsolgatásban van. A vallás a manipulációban van. A vallás a teljesítménykényszerben van, a bizonyítási kényszerben van, hogy bizonyítsuk be, hogy jók vagyunk, mert sokan vagyunk, és össze kell szedni az embereket, hogy ez nyilvánvalóvá váljon mindenki előtt, hogy mi mennyire fantasztikus és nagy közösség és gyülekezet vagyunk. És egyszerűen ez maga a botránkozás. A botránkozás ugye az azt jelenti, hogy valamit elhittél, hogy igaz, azt jelenti a szó, hogy csapdába csalni. Elindulsz egy úton, és kiderül, hogy egy csapdába kerültél, és beszakad alattad. És a vallásban az a legundorítóbb, hogy olyan dolgokban botránkoztat meg, ami pedig igazából egy valóság, egy isteni igazság. És ennek a botránkozásnak az a veszélye, hogyha egyszer beszakadt alattad ez az igazság, amit behittél, akkor arra nem mersz újra ráállni. És én arra jöttem rá, hogy valószínűleg sokakat azért irritál, hogy vannak, akik bátrabban elkezdik hirdetni az evangéliumot, mert már egyszer megütötték magukat ebben az egészben. És a múlt az belénk ég. És nekem is vannak ilyen élményeim. Elmondok egy teljesen más, de ideülő példát. Egyszer a Kovács Peti barátommal kapolcsi evangelizációról tartottunk hazafelé, amikor a kis Suzuki-ával belecsúsztunk egy előttünk haladó autóba, nem én vezettem, és nagyon nem törött össze a kocsi, csak egy kicsit, és onnantól kezdve valahányszor, ha bárki mellett ülök az autóban, és közeledünk egy előttünk haladó másik járműhöz, nem tudok mit csinálni, taposom a padlót, és fékezni akarok. Nem tudom kiölni magamból azt a traumát, amin akkor ott keresztül mentem. És a botránkozás az is egy ugyanilyen trauma. Hogy valamibe hittél, valami működött az életedben, aztán kényszerré vált, teljesítménykényszerré vált, elvárássá vált, és utána, ezek után pedig ez egy isteni igazság, amit azért adott kulcsként az Úr a kezedbe, hogy a természet felettibe belép, ha már hallasz róla, úgy vagy vele, hogy hagyjatok engem békén ezzel az egésszel, nem érdekel. És eszembe jutott, hogy gyakorlatilag a Pintér Béla pont ezt énekli meg a híres dalában, ugye, aminek van ez a híres sora, hogy hogyan tudnál tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. És a botránkozás az egy ilyen traumát, egy ilyen törést okoz az embernek a szívében, az embernek az életében. És a traumáknak az a jellemzője, hogy a traumák ráállítanak bennünket egy kényszerpályára. A botránkozás ahhoz segíti, idézőjebe hozza az embert, hogy elveszítse a hitét. Hogy kiábrándultá váljon, hogy csalódottá váljon, hogy cinikussá váljon. Hogy amikor elkezdesz bizonyságot tenni, és beszámolsz újongva, nem akarsz dicsekedni, csak egyszerűen megosztani az örömödet. És akkor azt érzed, hogy te még hiszel ebbe a hülyeségbe. Most mit akarsz te bizonygatni? Kinek akarsz te megfelelni? Mit akarsz te egyáltalán? Egyszerűen a botránkozás, ez a trauma, amit nem magunknak köszönhetünk. Tehát ezeket mások okozták nekünk. Ezek ezt teszik velünk, ilyenné tesznek bennünket. És az is egy jellemző jelenség, hogy ha elveszítetted valamiben a hitedet, és valaki még hisz ebben a valamiben, akkor az téged idegesít. Ez személyekkel kapcsolatosan is így van. Hogyha te milyen csalódtál valakiben, és nehezen nyered vissza a bizalmadat, és jön valaki, aki pedig örömódákat zeng XY-ról, akiben te már csalódtál, akkor szinte egy ilyen belső kényszert érez, hogy elmondjad neki, hogy mi a valóság erről a személyről, mert egyszerűen a hitetlenséged, a frusztrációdat akarod megosztani, mert úgy kikívánkozik belőled. De én azt szeretném, hogy amikor hallunk a bizonyságtételről,
akkor ne úgy értékeljétek, hogy megint szól egy régi lemez. Hogy egy régi slágert megint újra felfedeztünk. De ez igazából már unalmas, és sehova nem vezet. És ennek megint csak pofára esés és kiégés lesz a vége. A kegyelemben elkezdeni bizonyságot tenni egy hihetetlen nagy lehetőség. És ráadásul azt mondja Jézus, amikor ugye a názareti zsinagógában bejelenti a nagy ünnepi beszédét, hogy elmondja a nagy ünnepi beszédét, illetve a székfoglaló beszédét, hogy ő azért jött, hogy azokat, akiket az életükben különböző traumák értek, azokat ő megmentse. Ugye úgy szól egész pontosan az ige, az eleje és a végét idézem, hogy az örökkévaló szelleme van rajta, amivel felkent engem, hogy az örömhírt hirdessem a szegényeknek. Hogy szabadon bocsássam azokat, akik traumákon mentek keresztül, és hogy hirdessem az örökkévalónak a kegyelmét. És én teljes szívemből hiszem, hogy egy olyan időszakban vagyunk benne, mint Budapesti Autonóm Gyülekezet is, mint Krisztusnak a teste, hogy az Úr pontosan a kegyelmének a megértése által szeretné nekünk visszaadni ezt az áldást, ami benne van a bizonyságtételben. Mert ez a miénk. Ezt Isten nekünk adta. Isten ezt nem elvárja tőlünk, hanem ez egy hatalmas lehetőség, amivel bele tudunk lépni az Istennek a természet feletti valóságába. És annyit szeretnék még mondani, hogy az evangelizálás minden ellenkező híreszteléssel szemben nem csak az evangélistáké. Az evangélistáknak egy feladata van a Biblia szerint, többek között, de egy fontos feladata felénk, ők is hirdetik az evangéliumot, de hogy fölkészítsék a szenteket a szolgálatra. Hogy inspiráljanak minket arra, hogy mi is bátran tegyünk bizonyságot. De az Úr ezt mindenkinek akarja adni. Neked is. És lehet, hogy pont úgy ülsz itt, hogy ebben az egészben már elveszítetted a hitedet, és csak a tábortüzek mellett emlékezel meg, mint a vadnyugati hősök a fiatalkori hőstetteidről, hogy mennyi mindent tett rajtad keresztül az Úr, és jó ezeket az emlékeket felidézni, de amikor Jézus azt mondja, hogy az Istennek a szelleme van én rajtam, hogy szabadon bocsássam azokat, akiket különböző traumák értek, akkor ezt ő azért mondja, mert a Szent Szellemnek a természet feletti ereje ezeket a széttört dolgokat a szívünkben, ezeket a széttört igazságokat össze tudja ragasztani. És amikor a Szent Szellem így valamit összeforraszt a szívünkben, amikor valamit helyreállít a szívünkben, akkor az még jobb lesz, mint amilyen volt új korában. És egy biztos, hogy ott még egyszer nem fog eltörni. Ott megerősíti a törésnek a helyét. És én azt érzem, hogy fontos, hogy engedjük, hogy a Szent Szellem ma este is az Istennek a szeretetét így kitöltse a szívünkbe. Hogy így szorongassa a szívünket. És hogy egyszerűen csak attól, hogy átéljük az Istennek a valóságát, azt az indulatot, ahogyan van felénk, hogy engedjük, hogy ezt tanúvá tegyen bennünket. És nem tudom, hogy ti mit éltetek át akkor, amikor először betöltött benneteket a Szent Szellem. Én azt éltem át, hogy de hallottam már másoktól is ilyen beszámolókat, hogy bárkit meg tudtam volna ölelni, aki velem szembe jött. És meg is tettem. És ahogy Emő mondta, nagy szeretetet éreztem a szívemben, vagy ezt az Árpi mondta, és nem féltem használni. És ez az, amit Jézus Krisztus a tanúskodásnak hív. Ugyanis Isten azt szeretné, elmondtam ezt az ifi táborba, hogy tudjátok, hogyha van a három lányom, akiket nagyon szeretek, és a hosszú ideig távol kéne élnem tőlük, és ők elbizonytalanodnának abba, hogy szeretem őket. Vagy jönne valaki, aki telidumálná a fejüket azzal, hogy ha ügyesen tanulnak, ha sikeresen érettségiznek, ha lediplomáznak, majd csak akkor fogom őket szeretni. Vagy bármi más hülyeséggel telidumálná a fejüket. Ellenállhatatlan kényszert éreznék arra, hogy eljutassam hozzájuk azt a hírt, azt a valóságot, hogy én szeretem őket. És azt mondja Jézus, hogy figyeljetek, ti gonosz létetekre tudtok a gyerekeiteknek jó ajándékokat adni. Akkor mennyivel inkább a ti mennyei édesapátok? És én azt gondolom, hogy az Atya ezzel a szeretetével meg akarja rázni a világot.
És nem azt akarja, hogy olyan dolgokról beszélj az embereknek, amit te soha nem éltél át. Az Úr nem azt akarja, hogy te úgy beszéld, úgy demonstráld az Istennek a szeretét, hogy neked a szívedben ott van egy csomó frusztráció és félelem, hogy egyáltalán szeretett téged az Isten. Az Úr azt akarja, hogy betöltsön a szeretetével, hogy megrázzon téged a szeretetével. És onnantól már azt se kell mondani, hogy mennyi is csináld. Hanem te önmagadban már abban a pillanatban tanúvá válsz. Köszönöm. Annyira ott van bennem az, hogy be vagyunk csapva. Be vannak csapva az emberek. És sokszor tudod, amikor lelépsz hozzájuk, azzal, hogy evangéliumot hirdes neki, akkor úgy érzik, hogy azzal az üzenettel jöttél hozzá, hogy nesze sánta, hogy szoktam mondani a Feri, itt egy púp is. Nem ő mondta, de szokta idézni. Én tőle hallottam ezt a legtöbbször. A magyar foci csapatra mondták ezt, és tudjátok, amikor az embereknek van mindenféle bajuk, mert 81 évesen meghalt ennek a bácsinak a barátnője. Vagy szeretője, mondja a Tamás. Ki tudja, ki volt ez neki. Akkor higgyétek el, hogy nem arra van szüksége, hogy oda menjél, és elkezdjed neki magyarázni, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy az Isten szeressen. Hanem pont ellenkezőleg meg kell győzni őket arról, hogy az Isten szereti őket. És én soha nem gondoltam azt, hogy az én bizonyságtételem az bárki számára áldást jelenthet. Mert az én egyszerű bizonyságtételem csak arról szól, hogy nem tudtam elhinni, hogy az Isten szeret engem, és mégis átéltem. És amikor ezt elmondom, azt veszem észre, hogy az embereknek a szíve elkezd rá reagálni. Mert az emberek, ahogy az Ági mondta, úgy jutnak hitre, hogy te a saját hitedet osztod meg velük. És a saját hited az, hogy az Isten jó. Hogy örökké tart a kegyelme. A hit nem bibliai igazságoknak a tökéletes felmondása, hanem ez a személyes kapcsolat. Ez az intim kapcsolat, ami ott van közted és Isten között. És nagyon jó, amit a Péter mondott, és ezzel szeretném befejezni, hogy ez a parázna nő, ez a prostituált ott volt Jézus lábainál, és az ő imádata, ahogyan ő átélte az Isten szeretetét, ez volt az ő bizonyságtétele. És én azt szeretném most, nem akarok senkit sehova küldeni, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, és hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ezt Jézus már elmondta, és tudom, hogy értjük. Hanem csak azt szeretném, hogy ma este elementális erőbe betöltsön bennünket az Isten szeretete. És ha van benned bármi frusztráció, bármi félelem, akkor szeretnénk azt, és hiszem, hogy nem én, hanem Istennek a szelleme, hogy azzal a biztos meggyőződéssel hajtsad ma álomra a fejedet, hogy az Isten gyereke vagy, hogy ő gyönyörködik benned, hogy szeret téged, hogy neked is van esély, számodra is ott van hozzáférhető Istennek a minden áldása, hogy nem akar semmit visszatartani tőled, és azt szeretném, hogy az Isten szelleme, hogy betölt bennünket, ez egyszerűen kivirágoztasson bennünket. Úgyhogy most fogjuk az Urat még dicsérni és imádni.